Vendégünk volt Rádió Gaga interjú. Meghirdette Komászna megye tanácsa az egyházaknak, történelmi egyházaknak járó támogatási rendszerét. Amikor költségvetésről beszéltünk korábban a megye tanácselnökével, Tamás Sándorral, azt mondtuk, erre visszatérünk majd, még ígéret szívszó, ha megtartják úgy, hogy vendége másodmagával, ez alkalommal Tamás Sándor Komászna megye tanácsának elnöke, és ő mellette persze Ince Zsolt, a Sepsi Református Egyház megye esperese. Isten hozta stúdiónkba. Köszönjük a meghívást. Elnök úr, többet tudunk most már, mint amikor évelején beszéltünk a költségvetésről. Hogy is néz ki most már a teljes képe az egyházi támogatásoknak a megye részéről ebben az évben? Az elmúlt időszakban, kivéve a Covid időben, amikor egy kicsit nehezebb anyagi helyzetben volt a megyei önkormányzat, minden évben pályázati lehetőséget hirdettünk meg a civil szervezetek és az egyházak, ifjúsági szervezetek, sportegyesületek számára. Természetesen külön-külön törvények alapján és külön alapot. Az idei évben, ami az egyházak számára meghirdetett pályázati alapot jelenti, ez egy 2 millió lej, és ezen felül pedig egy olyan szociális pályázati rendszer, amelyhez hangsúlyosan az egyházak mellett működő civil szervezetek, alapítványok pályáznak, az is egy 1 millió lejes kerettel működő alap. A lényeg az, hogy meggyőződésünk az, hiszen ezt a mindennapi életből is tudjuk az, hogy az egyház a közösségeink megtartó erejének a lényege, a bástyája, egyik legfontosabb bástyája, és ez így van sok évszázad óta. Ezt azt merem mondani, hogy minden nemzeti közösség esetében valószínű így van, ez így van a mi esetünkben is. Éppen ezért hangsúlyosan odafigyelünk azokra az igényekre, amelyek az egyházak részéről jönnek. Ezek is két típusúak. Egyik elsősorban a kisebb egyházközségek fenntartási, működési költségei, másrészt pedig az épületek, a hitéletet szolgáló épületek karbantartása, renoválása, felújítása, felszerelése adott esetben. És erre hirdettünk meg pályázatot. Természetesen mindenki pályázhat, több mint 200 parókia van, különböző felekezetekhez tartozó parókia van Háromszéken. Az idejében 155 pályázat érkezett be, ez egy pici növekedés jelent a korábbi évekhez képest, viszont az anyagi lehetőségeink azok nem nőttek, hanem ugyanakkora volt a pályázati keret, bár valószínű, hogy a vásárlási érték, vagy vásárló értéke ma már a pénznek kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Esperes úr, hogy néz ki ez a felhasználó fél részéről, az egyház, községek, parókiák részéről? Készen álltak erre a támogatási rendszerre, készültek-e pályázattal, és hogyan sikerül, milyen irányba felhasználni ezeket a pályázati lehetőségeket, ami a megyétől érkezik idén is? Mindig a köszönet szava az, ami először elhangzik, hiszen a pályázati rendszer már korábban elindult, de nagyon kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. Tényleg köszönet az elnök úrnak azért, mert ezért sokat tett ő maga és meg a tanács is, hogy észrevegyük, hogy vannak lehetőségeink, amiket ki kell használni. Tényleg, ahogy mondotta, fontos, hogy a falusi gyülekezet, a falusi közösség megértse és megérezze azt, hogy a megye mellettük áll és mellettük van. Most már tényleg a korábbi időhöz képest nagyon sokan pályáznak, élnek a lehetőséggel, és tényleg fontos ez a pici segítség, ami nagyon sokat jelent akkor, amikor nincsen, akkor, amikor pótolni kell egy harangot, akkor, amikor egy épületet kell rendben tartani, akkor, amikor fenn kell tartani az egyházközséget, ahhoz, hogy lehessen egy munkát, szolgálatot végezni, akár fiatalokkal, idősekkel, szükség van arra az infrastruktúrára, ami enélkül nem működik, és sokszor ilyen szempontból bajban lennénk. Elnök úr, az egyházak támogatása idén ebben a költségvetési évben. Első körben nézzük meg, hogy a beérkező pályázatok hogyan is lesznek elbírálva, mit a mechanizmus, hogyan történik az elbírálási folyamat. Hát először is megnéztük és megnézzük mindig a felekezeti struktúrát, ami a megyében létezik. Valószínű nem mindenki tudja, hogy megye szinte 35% katolikus, 32,3% református, unitárius 4,1%, evangélikus 0,5%, illetve hát van 20,7% ortodox is. Ezek nyilván hozzávetőleges adatok, mert népszámláláskor nem mindenki nyilatkozik, és nem mindenki vallja be időnként a nemzetiségét is, és nagyon sokszor a vallásokhoz való hozzá, vagy a felekezetekhez való hozzatartozását. De itt vannak még mások is, a neoprotestánsok, akik az utóbbi időben szintén kezdtek pályázni a megyei önkormányzathoz.
Mindig arra törekedtünk, hogy egyensúlyba tartsuk egyrészt a, tehát nyilván mindenkinek nyilvánosan meghirdetjük a pályázatot, de a beérkezett pályázatokat, pályázatok elbírálását, az igényekre való odafigyelést, elég sokat törődünk és sok időt töltünk azzal, hogy próbáljuk egyensúlyba tartani, széleskörű konzultáció van, ami azt jelenti, hogy minden alkalommal, minden évben több alkalommal is meginvitáljuk az esperes urakat, akik a legjobban ismerik a saját egyház megyéjük problémáját, vagy az egyház megyékhez tartozó parókiák kérdései problémáját, és rengeteget konzultálunk, mielőtt a megyei önkormányzat hivatalos testületeibe bekerülnének ezek a döntések. Esperes úr, ha már konzultálásról beszél a megyei tanácselnök úr, egyház megyén belül történik-e konzultálás, történik-e megbeszélés arra nézve, vagy hogyan is történjen a pályázás, pályáztatás egy ilyen lehetőségként, illetve történik-e, zajlik-e segítségnyújtás esperesi egyház megyei vezetési részéről az egyházközségek irányába? Ez hogy néz ki önöknél? A kollégáink hál' Istennek ilyen szempontból felkészültek, de mindig kapnak tanácsot, segítséget a megyei tanács részéről, munkatársak részéről, tehát ilyen szempontból az egyház megyének a támogatás, illetve végülis az ott állás a lényege. Nekem személy szerint az a feladatom, hogy beszélgessünk a kérdésekről, találkozunk a gyülekezetek problémáival, de mindig az anyagi forrásnak a mennyisége elsősorban a meghatározó, utána pedig az, hogy hol a szükséges a segítség, és hol a legfontosabb a segítség. Az a jó, hogy tudunk beszélgetni, egy nyelven beszélgetünk, egy irányba próbálunk haladni, akár polgári, akár pedig egyházi vonalon, és nagyon fontos, hogy az együttműködés az mindig őszinte és tiszta. Nem kell gondolkozunk azon, hogy na most vajon kinek, hogyan, miként, hanem látjuk a fontossági sorrendet, tudjuk, hogy kinek kell segíteni, tudjuk, hogy kinek van erre nagyon szüksége. Ilyen szempontból ugyanaz a szempontot képviselik az átláthatóság és a transzparencia a teljes támogatási rendszerben és az elhasználásban is, ezt jól érzem mindkettejük részéről. Hát egyrészt igen, mert ugyanazt az ügyet szolgáljuk, ez pedig a közösség ügye. Az egyház megítélésem szerint az nem csak egy templom, nem csak egy imádkozó hely, hanem tulajdonképpen egy közösségi tér, és a nemzeti közösségünk erős alapja tulajdonképpen is. Hogyha ezt ehhez a kérdéshez, ehhez a feladathoz megfelelő tisztelettel és elkötelezettséggel vagyunk, akkor természetesen, hogy egy irányba tudunk és egy irányba is megyünk. Beszéltünk itt a pályáztatásról, támogatásról, működésre, ingatlanok fenntartására, karbantartására, de az életnek más szerete is van, ezeket az ingatlanokat be kell lakni, életnek kell történnie. Ilyen irányba is van támogatási, alapályázási lehetőség a megyei elnök úr. Igen, mert azt gondoljuk, hogy nem csak az ingatlan, mert egy templom, egy egyház község az nem csak egy imádkozó hely, hanem tulajdonképpen egy közösség, és a közösség tevékenységeket is támogatjuk. Külön alapot hoztunk létre az egyházak által szervezett táborokra, délutáni foglalkozások költségeinek megpályázására, vagy akár fiatalok, vagy akár idősek kirándulásának a megszervezésére, amelyeket egyházközségek szerveznek meg. Hiszen fontosnak tartjuk a hitéleti tevékenység mellett a közösségi tevékenység támogatását is. Itt, hogyha azt látjuk, hogy megvan a felajánlás, megvan az az észrevétel, hogy szükség van erre, másik oldalról, egyházi oldalról, esperes úr, megvan ennek a precedense, zajlik-e ilyen élet, van-e ahová ezt a segítséget elkölteni, ha most csak a Sepsi Református Egyházmegyét nézzük? Igen, a válaszom egy határozott igen, mert akár a fiatalokkal való foglalkozás egyház keretén belül, de kilépve az egyház berkein túl, találkozni helyeken, beszélgetni az igéről, beszélgetni a közösségről, beszélgetni a nemzeti hovatartozásunkról. Fontos lelkileg a gyerekeket jó irányba terelgetni. Ezek az alkalmak támogatva vannak, ifi tábor, konfi tábor, konfirmandusok tábora, és ami még fontos, kiemelném gyorsan azt is, hogy működik olyan, hogy szenvedélybeteg csoport, ami egyházközségünkben például, őket is segíti, támogatja a megyei szempontból, hogy találkozzanak, hogy tiszták maradjanak, mert egy tisztátalan világban élünk, úgy fiatal, mint idősek számára szükség van a lelki-testi tisztaságra, és próbáljuk ezt táboroztatással megoldani. Ugyanakkor pedig, amiről beszélt az elnök úr is, hogy diakónia, szeretet szolgált, akár katolikus, akár református egyház részéről, rendkívül fontos. Idősek meglátogatása, tisztába tétele, támogatása, szeretete egy picit, néhány szoba, néhány momentumban, ez rendkívül fontos, és ezt mindig anyagiakkal jár, tehát egy autó, egy szolgáltatévő, egy szociális munkás nem tud megélni csak a szeretet szolgálból, úgyhogy végzi, hanem ahhoz támogatni kell, és azt fönn kell tartani. Fontos a közösség építése, fontos az idősek, fiatalok
gyógyítása a lelkiekben mindenképpen. És mindez konzultáció mentén történik, előzetes és folyamatos konzultáció mellett. Egyrészt, másrészt pedig odafigyeléssel, hiszen ez nem csak egy törvény adta lehetőségünk vagy kötelességünk, hanem azt gondolom, hogy egy emberi lelki kötelesség is, különösen az otthon lévők, idős otthon és otthon lévő betegek és idősek ellátása, amire említettem, arra is van egy komoly szociális alap. Elsősorban a református egyház mellett működő diakónia, vagy a katolikus egyház mellett működő Karitász, illetve Böjt atya által működtetett Szent Ferenc Alapítvány veszi igénybe ennek a támogatási rendszernek. Nyilván egy része ez, mert a helyi önkormányzatok is támogatják, illetve hát kormány központi finanszírozásból is lehet ezeket a tevékenységeket támogatni. Úgy nyitva, hogy találkozik tehát a jó szándék az igénnyel, és minden a helyére kerülhet. Egy gyors kérdésem elnök irányában még, mi ennek a naptári lefutása ennek a pályázati rendszernek, hogyan történik majd a pénz tényleges átvétele, illetve az elszámolás mikor zajlik majd? Az elszámolás az karácsonyig meg kell történjen, és ez általában úgy szokott történni, hogy tavaszi hónapoktól kezdve egész évben tartó tevékenységre folyik a finanszírozás. Azt meg is beszéltük, és itt is nyugodtan elmondhatom azt, hogy amennyiben az elszámolást letették, akkor 2 héten belül azonnak is tudjuk fizetni. Nálunk a költségvetésben ez a tétel bent van, a pénz a számlán van, úgyhogy igyekszünk operatívak is lenni az elszámolások tekintetében. Köszönöm mindkettőjüknek a ránk szánt időt, Ince Zsolt református esperes, Sepsi Egyházmegye esperese és Tamás Sándor Kovász megye tanácsának elnöke, és jó munkát együttműködésben a továbbiakban is. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Rádió Gaga interjú.